Gondolkoztatok már azon, hogy milyen lenne a Minecraft 4 dimenzióban? Hihetetlen, hogy ez a játék ennyi év után is még mindig meg tud lepni, ugyanis a csávó külföldön nem csak elképzelte ezt, hanem meg is valósította ezt a 4D-s Minecraftot, ami talán elég jól reprezentálja akár a valóságunkat is. Ez pedig a 4D Miner, amit a mai videóban meg is nézünk. Szóval, ha legeneráltuk a világunkat, így be is érkezünk egy látszólag tök átlagos Minecraft világba, azonban itt nem csak az XYZ tengelyen tudunk mozogni egy 3D-s környezetbe, hanem egy negyedik W tengelyen is, hogyha lenyomva tartom a görgőt és elkezdek görgetni, hirtelen azt figyelhetjük meg, hogy megváltozik a világ körülöttünk. Furcsa alakzatok kezdenek el kiformálódni, fák jelennek meg tűnnek el, hegyek formálódnak, tökök meg különböző pillangók és más barátságos és kevésbé barátságos élőlények jelennek meg, ugyanis ez egy négydimenziós világ. Mi azonban csak egy háromdimenziós szeletét láthatjuk a térnek, és ahogy körgőzök, úgy megjelennek blokkok és ellenségek a negyedik dimenzióból is. Ugyanis ez esetben most csak térdimenziókról van szó, bár sokan szoktak az időre hivatkozni, mint a negyedik dimenzió, de most viszont azt ne keverjük ide, a mai videóban egyedül térdimenziókról lesz szó, szóval csak hogy rövidítve beszéljünk róla, én simán 4D-nek fogom hívni. Amit itt láthattok előttem, az első ellenség egy négydimenziós pók, amit soha nem fogunk egészbe látni, pont ezért, mivel csak egy szeletét láthatjuk a dolgoknak. Ennek a póknak 32 lába van, és egy négydimenziós gömbből áll. Hogyha leszeretnénk csapni, hát itt lenne az idő, hogy valami fegyvert keressünk, például falevelekből tudunk szerezni a jó kis botokat, és azzal szétütni a pókokat, és belőlük pedig kaphatunk ilyen négydimenziós fonalakat, amivel aztán ugyanúgy, mint a Minecraftban tudunk például craftolni ilyen kis hammert. És ezzel már is meg tudunk szerezni új nyersanyagokat, ezekből építkezni, akár multiplayeren belül, ugyanis itt is lehet szervert létrehozni más játékosokkal, és megszületett itt is egy Anarchia szerver, aminek pedig a neve az, hogy 4D4T, tehát 4 Dimensions 4 Tools, ahol a játékosok teljesen szabad kezet kapnak, ebben a négydimenziós teren belül bárki bármit csinálhat, szóval lehetőség tárháza gyakorlatilag végtelen, de még mielőtt azt megnéznénk, mi ez az egész világ, és hogy lehet ezt pontosan értelmezni magunk körül és orientálódni benne? Nos, hát korábban mindjárt hallottunk róla, hogy vannak ilyen fogalmak, mint például a pont, mint nulladik dimenzió, vagy a vonal, mint első dimenzió, de nagyon nehéz nekünk ezeket elképzelni. Ugyanis mi egy olyan világban élünk, ahol tudunk jobbra-balra fellem mozogni, tehát háromdimenziós lények vagyunk. Nagyon fura belegondolni, hogy a pontnak, mint nulladik dimenziónak nincs semmiféle térbeli kiterjedése. Akármilyen picire rajzolhatom azt a pontot, mindenféleképpen valami kiterjedést fogok ezáltal adni neki, tehát nagyon nehéz akár szemléltetni is. De teoretikusan próbáljuk mégis elképzelni. Ez a nulladik dimenzió. Az első dimenzióban már van egy hosszúság, tehát például egy vonal, itt tudok jobbra-balra mozogni ezen a vonalon. A második dimenzióban, mint síkfelület, nem csak hosszúság van, hanem még egy dimenzió, a magasság is megjelenik. Így körülbelül, mint egy hangya, tudom élni az életemet mozogni a síkfelületeken. Hogyha azonban ezt a logikát követjük, és ismételten állítunk egy merőleges tengelyt az eddig ismertekre, tehát egy szélességet például, akkor megkaphatjuk a kockát, tehát azt a háromdimenziós teret, amiben meg mi létezünk. De miért állnánk meg itt? Miért ne lehetne akkor akár egy negyedik, egy ötödik, egy hatodik és további dimenzió, hiszen akkor tulajdonképpen megint csak egy merőlegest kéne állítani az eddig ismert tengelyekre, és eltolni abba az irányba ezt a kockát, akkor kaphatjuk meg a negyedik dimenziót. Na most számunkra ez ugye elképzelhetetlen, mert hát hogyan állítsak merőlegest erre a három irányra, de képzeljük el, hogy mégiscsak van ez, létezik, és hogyha ezt szemléltetni szeretnénk valami úton, módon, akkor például így tudnánk ezt megtenni, ez egy olyan kocka, amit négydimenziósan eltoltunk, persze ez pontosan nem fogja tudni visszaadni, hiszen ez egy háromdimenziós kép róla, egy 2D-s monitoron, amin nézitek, de mégis talán ez van a legközelebb ahhoz, hogy hogyan nézhet ki mondjuk egy négydimenziós kocka. Érdekes megfigyelni például az árnyékát, ami olyan, mintha egy 3D-s kockát vetítenek ki, és abba is érdekes belegondolni, hogy ezt a négydimenziós teret 8 háromdimenziós kocka határolja. Ezek persze nem pontos ábrák, csak illusztrációk egy ilyen kockának, aminek egyébként Tesseract a neve, vagy Hypercube.
Szóval ez tapasztalható ebben a világban is. Látni nem tudjuk mind a négy dimenziót egyszerre, csak egy háromdimenziós metszetét, hiszen evolúciósan egyszerűen nem úgy fejlődtünk ki, hogy erre nekünk szükségünk legyen. Az kellett, hogy az erdőben meg tudjuk különböztetni a különböző színű bogyókat, meg le tudjunk vadászni egy szarvast, nem pedig, hogy négy dimenzióba gondolkozzunk és lássunk. Viszont ettől függetlenül akarva akaratlanul, de interaktálunk az összes többi dimenzióval is, egy játékon belül például a görgőnek a lenyomásával eddig számunkra rejtett dolgokat tudunk előhozni, például ez a barlang egészen egyszerűen nincs is itt, hogyha csak az alapkoordináta tengely mellett haladunk, de azonban, hogyha elindulunk a V irányba, akkor hirtelen egy barlang kezd megjelenni benne, és ráadásul pont vasérccel, amit éppen kerestünk. Viszont érdemes odafigyelni, hiszen maguk az itemek is átesetnek a negyedik dimenzióba, szóval érdemes egy kicsit így megcsavargatni, mert vagy más vasérceket rejthet itt a dolog, vagy pedig egyszerűen az itemeink átestek. Nagyon nehezen elképzelhető és bemutatható, hogy pontosan mi történik itt, de gondoljunk bele, hogy egy kétdimenziós lénynek is legalább ugyanilyen nehéz lenne elképzelni, hogy milyen a mi 3D-s világunk. Vegyünk egy képzeletbeli papírlapot, ami teljesen sík, és él rajta egy kis 2D-s élőlény. Számára nincs olyan, hogy fent és lent, ő csak ebbe a síkba tud mozogni. Azonban mi látjuk őt fentről, hiába menj be mondjuk egy kétdimenziós házba, pontosan látjuk, hogy hogy mozog a kis házán belül, sőt mi több interaktálni is tudunk vele. Hogyha egy háromdimenziós tárgyat, például egy gömböt szépen áteresztünk ezen a 2D-s felületen, akkor a szegény kis 2D-s figura annyit fog látni, hogy egyszer csak a semmiből megjelenik egy kör, a szépen nő és nő és nő, egészen addig, ameddig el nem ér egy bizonyos szintet, ez a gömbünknek a keresztmetszete, majd ezután szépen ismételten elkezd összemenni, és végül eltűnik a semmibe. Ő ezt ugye nem tudja hova tenni, értelmezni, még az is lehet, hogy mágiának éli meg, pedig egyszerűen csak szüksége lenne egy harmadik dimenzióra ahhoz, hogy lássa, hogy semmi különleges nem történt, csak egy gömb áthaladt ezen a felületen. Na, mi 3D-s világunkban is ugyanilyen furán hatna, hogyha egy négydimenziós gömb áthaladna rajta, mi azt látnánk, hogy egyszer csak a semmiből megjelenik egy gömb, az így elkezd tágulni, elér egy bizonyos pontot, majd végül ugyanúgy összemegy, és egyszerűen eltűnik, szublimál a semmibe. Hát mi se tudnánk hova tenni így hirtelen ezt a jelenséget, pedig egyébként annyira ez nem is szokatlan, például a kvantumfizikában. Ott simán előfordul, hogy kvantum részecskék, illetve ilyen kis mező csomósodások egyszerűen csak megjelennek a semmiből, majd eltűnnek, vagy átalakulnak egy másikba. Na de vissza ide a játékba. Szóval ennek az egésznek az a lényege, hogy ha bár elképzelni nagyon nehezen tudjuk, de számolni a matematika nyelvén ez tökéletesen leírható, és egyáltalán nem lehetetlen, itt most az a nagy segítségünk, hogy ebben a négydimenziós térben mi magunk tudjuk forgatni, hogy éppen melyik szeletét nézzük meg a világnak. Azonban, hogyha esetleg fentről minket mondjuk egy négydimenziós lény figyelne, akkor pont ugyanannyira nem tudnánk elbújni előle, mint ahogy az a kétdimenziós lény sem tudott előlünk elbújni, ugyanis hiába tűnik úgy nekünk, hogy most nem vagyunk egy zárt barlangba, igazából, hogyha létezne egy ilyen négydimenziós lény, aki egy másik perspektívából látja az egészet, akkor ő pontosan látja azt is, hogy tulajdonképpen mi ez idő alatt a szabad ég alatt is állunk, sőt, minket belülről is látna minden belső szervünkkel együtt, szóval nem lehetne elbújni előle. Ezért is van, hogy ebben a játékban, amikor skint készítesz magadnak, nem egy 2D-s felületet rajzolsz át, hanem egy 3D-s modellt a belső szerveiddel együtt kell megdizájnolni, hogy elforgatva azok a szeletek is látszódhassanak. Viszont, ahogy látom, megtaláltuk a következő új ércünket, amit jó lenne elkészíteni, úgyhogy kiégetem a vasakat, és készítek belőle egy Iron Pickaxe-et. Na ez itt, amit most itt összeszedünk, talán az egyik legértékesebb érc. Az a neve, hogy Deadly Ore, és hogyha kiégetjük, akkor rengeteg új crafting feloldódik belőle, például itt látható egy iránytű, és ezt, hogyha kezembe fogom, akkor látom pontosan a koordinátáimat az X, Y, Z és W tengelyen, plusz egy képet is arról, hogy éppen melyik szeletét nézem a négydimenziós térnek. Ugye alapból egy hagyományos világban egy iránytű egy sík felület szokott lenni, azonban, hogyha egy négydimenziós térben vagyunk, akkor itt egy 3D-s iránytűnek kell, hogy legyen.
A Ctrl XY lenyomásával egy alaphelyzetbe tudjuk magunkat állítani, vagy további billentyű parancsokkal átfordítani magunkat különböző tengelyekre, amelynek a mentén el szeretnék indulni. Most például, hogyha előre-hátra megyek, akkor a piros tengely mentén, tehát a Z koordinátáim nőnek. Hogyha átfordítjuk így, akkor viszont már a zöld tengely mentén tudok haladni, tehát a W koordinátám nő, vagy csökken. Szóval ez kicsit megkönnyíti a tájékozódást, de persze, hogyha az egészet megdöntöm, és így átlósra beállítom, akkor egyszerre mind a három, vagy hát pontosabban mind a négy koordináta felé tudok haladni, hogyha még mondjuk fel-lefelé is közlekedek, akkor az Y is változik, szóval így egyszerre minden irányba tudok lépéseket tenni, és ez az, ami nagyon furcsa így belekalkulálni ezt a plusz dimenziót. Aztán vannak ezek a pillangók, hogyha ezekből leütünk egy párat, akkor kaphatunk ilyen lencséket, és ez egy másik nagyon fontos crafting alapanyaghoz fog kelleni, amihez már ezek a midnight-os fák kellenek, azt hiszem ez itt a Midnight Forest. Ezekből készül a 4D szemüveg, aminek segítségével, hogyha felvesszük, már láthatjuk azokat a negyedik dimenzióval lévő lényeket, amik alapból a mi háromdimenziós szeletünkből nem látszónának. Tehát például itt vannak a pókok, ott vannak a pillangók, ott repkednek, sőt, hogyha egy kicsit innen kisétálok és keresek egy sík területet, mondjuk itt jó is lesz, akkor kraftolhatunk ide egy ládát például, és ebbe a ládába már el tudjuk helyezni a cuccainkat. Na de itt is nagyon fontos, hogy a jó szeletét nézzük éppen a világunknak, mert hogyha én ezt szépen lassan elkezdem elforgatni, akkor elkezd eltűnni a láda is, amivel előbb interaktáltunk, és szépen átmegy a negyedik dimenzióba, ott látszik a szemüveggel, most már tudom látni a hitboxát, hogy ez éppen hogyan morfolódik át és vál egy 4D-s objektumá, nagyon bizarr így ránézni. Persze egy idő után, hogyha én ezt körbetekerem, vagy visszafordítom, akkor itt lesz a láda, és visszajön, és kis ideig megint el tudjuk érni, de ez persze megint tovább tekerődhet, és akkor teljesen eltűnik a láda. Nagyon fura ezt így látni, nézd meg! Milyen érdekes megfigyelni, hogy pont ugyanolyan tesseract lesz belőle, mint amit előbb néztünk, ahogy forgatom a szeletet, amit nézek a világból, úgy változik neki is a kinézete, de igazából ugyanúgy ott van a világban, és el tudjuk érni. És ez van multiba, gondoljatok már bele, hogy egy szerveren ez mennyire durva lenne, hogy el lehetne így rejteni ládákat, egyszerűen átcsúsztatod egy másik dimenzióba, ahol az ellenfeled nem látja a te teljes bázisodat akár. Vannak, akik például megcsináltak egy teljes TARDIS-t, tehát előtted van egy kis pici kék szoba, azonban, hogyha belépsz és elkezded elfordítani, hogy melyik szeletét nézed éppen a négy dimenziónak, akkor kitákol körülötted a helyszín, és megjelenik egy számodra eddig nem is látott része az építménynek, pedig egész végig ott volt az is. Vagy vannak, akik animációkat készítenek ennek segítségével, az is nagyon látványos. És mindenféle olyan 4D-s objektumot, ami egészen egyszerűen a mi kis alap 3D-s világunkban nem létezhetnének. Ilyen például a Klein Battle, ami egy olyan önmagába forduló palack, aminek a külseje és a belseje egy és ugyanaz. Tehát például egy kétdimenziós lény, mondjuk szemléltessük ezt egy hangyával, elkezdene végig szaladni rajta, akkor azt látnánk, hogy egyszer a külsején fut végig, majd végül a belsejébe köt ki. És hát azért nem értelmezhető ez az általunk megszokott világ keretein belül, hiszen számunkra egy háromdimenziós térben ez paradox. Itt látunk egy önátmetszést, ezt nem lehet máshogy ábrázolni. De emlékezzünk megint csak vissza a kétdimenziós haverunk, ő vajon mit gondolna akkor, hogyha látna egy közönséges kockának az oldalait kivetítve mondjuk egy 2D-s felületre, azt mondaná, hogy ez felfoghatatlan, hogy ez egy objektumnak az árnyéka lenne, hiszen az ő 2D-s valóságában itt a vonalak átmetszik egymást. Na ugyanez igaz ránk is, mi itt a harmadik dimenzióban nem tudjuk ezt értelmezni, de egy negyedik dimenzió belül abszolút lehetséges. Így tehát itt játékon belül is ezt meg lehet csinálni, persze teljes egészében az egészet nem láthatjuk, de hogyha így a részein szeletenként végig görgetünk, akkor nagyon szépen kirajzolódik a Klein Battle. Próbáljunk hát akkor meg mi is építeni valamit, mondjuk egy házat így a láda köré. Nem lesz egyszerű, mert egy négydimenziós térbe kell majd akkor ezt a házat megdizájnolnunk. Tételezzük fel akkor, hogy mondjuk így ezek a falak megvannak, húzunk neki egy tetőt is, és hogyha bejövünk ide, akkor már van is így egy védett helyünk, azonban csak a háromdimenziós téren belül, ugyanis hogyha tovább megyek, akkor bizony a negyedik dimenzióba igazából nincs is fala a házamnak, és simán be tudnak jönni azok a lények, akik a negyedik dimenziót is tudják használni, szóval először ezeket le kell ütni, és megcsinálni a házat, hogy negyedik dimenzióba is használható legyen.
Tessék, ez is gyakorlatilag átgyalakolt a háznak a falán, hiszen az ő szemszögéből ott nincs is fal. Ha megnézzük a házat, akkor az XYZ tengelyen már megvan, most már csak a shift lenyomásával, hogyha a W tengelyen elmozdulok, akkor tök jól látszik, hogy nincs is ott igazából az a ház, aminek ott kéne, hogy legyen. Szóval bontsuk le itt belül a ládát, és első állapotának a háznak csináljunk egy olyan változatot, ami teljesen fel van töltve kövekkel, hogy védjen minket ebből az irányból is. Következő állapotába keressük meg, hogy hol nincsen már itt fal. Oké, valahol itt volt a másik sarok, hogyha esetleg nem tudjuk fejből, akkor itt tessék meg lehet nézni. És akkor ezt pedig rendes fallal vesszük most már körbe. Kicsit elfogytam a kövekből, de készítettem egy ilyen ultra hammert, amivel egészen jól így hármasával lehet szenni a köveket. Hát igen, a négy dimenzióban még sokkal több nyersanyag kell, mint hogy a három dimenzióban szeretnénk építkezni. És van egy másik eszköz, ezzel pedig így dimenziókon keresztül össze lehet szívni az összes begyűjtött itemet. Na most már lesz bőven elég kő. Oké, és ide jöhet egy ajtó neki. Na meg is van ez a változata, és ide elhelyezhetjük akkor a ládát. Ebbe pár cuccomat lepakolom, de még nem vagyunk teljesen készen. Ha gondoljuk, megcsináltunk még egy ilyen üres változatot neki. Jöhetnek a kövek, még ilyen kis ablakokat is csinálnak nekik, ezeken úgyse férnek be a pókok. Legyen ez a virágos szoba, ide helyezek le mindenféle színben. Láda helyett meg legyen egy ilyen bokor, pár pirosat ide. Nagyon jó, ez ilyen kis kert. És akkor nézzünk meg egy másik szeletet, még egy utolsó szeletet is a dolgoknak. Ide pedig, hogy lezárjuk erről az oldalról is, készítsünk egy teljesen tömör házat, szóval ismételten fullosan kitöltöm kővel. Jó, és így néz ki. Na, ez egy négydimenziós ház. Vegyük a kezünkbe az iránytűt, és nézzük meg, hogyha beszeretnénk menni a házba, akkor csak haladjunk a V tengelyen előre, és egyszer csak megjelent egy ház előttünk, benne a ládánkkal. Folytatva az utunkat, ismételten a V-tengelyen, akkor hirtelen a háznak egy új részét láthatjuk, ahol összeállnak a virágok, ez gyakorlatilag ilyen belső kis kert, és ahhoz, hogy ez egy teljesen zárt ház legyen, a következő állapot a háznak ismételten teljesen szolid, szóval nem tudnak bejönni erről az oldalról sem a pókok. Viszont gondoljatok bele, hogy akár hány ilyen layert építhetünk, és akár hány ilyen belső szobánk lehet egy házon belül. Hát ez valami elképesztő, hát micsoda lehetőségek ezek. Ide le is pakolom az értékes cuccaimat, és előveszem az iránytűt, hogyha el akarjuk rejteni más játékosok elől, tessék, elforgatjuk a tengelyt, volt ház, nincs ház. Hát mennyire zseniális ez a dolog, nem? Tehát elképesztő. És gondoljatok bele, hogy ez csak 4D. Mi lenne, hogyha 5D-s, vagy 6D-s, vagy akár 7D-s Minecraftról lenne szó? Találtam egyébként egy egészen jó vizualizációt arra, hogy milyen lenne akár 11 dimenziót látni egyszerre. Persze, ahogy az eddigieket is, kezeljétek fenntartással, hiszen ezeket a dimenziókat nem lehet ábrázolni ilyen formában. De azért mégis így ránézni, elég jól néz ki, ahogy rajzódnak ki a kockák. Viszont menjünk vissza ide a menübe, és ahogy ígértem, nézzük meg akkor a szervert. És tessék, itt is vagyunk a 4D14, egyébként tényleg kicsit hasonlít a 2B2T spawnjára most így körbenézve innen. Hát nyilván azzal a különbséggel, hogy van még egy highway, ami felé tudunk közlekedni, szóval egy kicsit így elforgatom így a dolgokat, és hirtelen már egy másik spawnon vagyunk. Persze van, akik itt is voltak olyan jó fejek, hogy mondjuk húztak ilyen kis utakat kifelé a spawnról, de ez mennyire durva már, milyen csavarosan kell gondolkozni ahhoz, hogy te négy dimenzióba láss, építs, és hát gyakorlatilag survivorozz egy Minecraftos környezetben. A játék egyébként full ingyenesen letölthető, kipróbálható, viszont erre a szerverre csak a Patreon támogatók tudnak csatlakozni, úgyhogy most csak egy gyors bepillantás volt ez. Köszönöm szépen emberek, hogy itt voltatok erre a videóra, remélem tudtam érdekesebb mutatni számotokra. Ha gondoljátok, támogassátok ti is Patreonon a projektet, mert szerintem elképesztő. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok erre a videóra, hamarosan találkozunk a következőbe, addig is minden jót, és sziasztok!